Kézilabda iránti elkötelezettsége nyugodtan mondhatjuk, hogy egész életét meghatározza. Ünnepélyes pillanatokkal vette kezdetét Székesfehérvár első májusi közgyűlése. A város polgármestere adta át a Székesfehérvár sportjáért díjat Madár Imrének, az Alba Régia KSE szakmai igazgatójának. A Mártirok út kiépítésének, valamint az ottani csapadék csatorna főgyűjtő átépítésének támogatására pályázott még korábban Székesfehérvár önkormányzata. Az út kiépítésére elnyerte a város a 400 milliós támogatást. A csapadék csatorna főgyűjtő átépítésére benyújtott pályázatot még nem bírálták el. A támogatási szerződés miatt azonban szükséges volt arról dönteni, hogy kedvezőtlen bírálat esetén is megvalósítja-e a város a beruházást. A közgyűlés úgy határozott, saját erőből is elkészül a csapadék csatorna főgyűjtő átépítése. 17 igen, 0 nem, 3 tartózkodás. A nyílt ülés utolsó napirendi pontjaként megválasztotta a testület a Vörösmarty Színház új igazgatóját. A képviselők döntő többségének szavazatával augusztus 1-től dr. Szikora János a Fehérvári Teátrum vezetője. Szerettük volna lezárni az elmúlt egy esztendőt, másrészt pedig jól az új 5 évet nyitni. A közgyűlést követő sajtótájékoztatón Székesfehérvár polgármestere köszönetet mondott Quintus Konrádnak. A polgármester hozzátette, szeretnék újra méltó helyére emelni a Fehérvári Teátrumot. Dr. Szikora János elképzelései és személye pedig erre garancia, tette hozzá a városvezető. Azt az alapcélkitűzést, hogy ezt a színházat az ország egyik legjelentősebb vidéki teátrumává formálja az igazgató. Mi úgy gondoljuk, hogy mind a pályázat, mind pedig az azt hitelesítő személyek alkalmasak, és ezért esett rájuk a választás. Ebben a pályázatban Székesfehérvár győzött, mondta a közgyűlést követően az új színház igazgató. Szikora János úgy véli, a Vörösmarty Színház igazgatójaként neki és kollégáinak olyan feladatuk lesz a következő években, ami országos szellemi ügy. A Jászai Mari díjas rendező hozzátette, a város történelmi múltja nagy felelősséget jelent, ehhez méltó munkát kíván végezni a következő években. Van itt néhány alkotó művész ebben az országban, aki számára a történelmi múlt és az, hogy szellemi köztudatunkból ez a múlt, ez ilyen mértékben hiányzik, ez egy olyan inspiráló tényező, amivel mi a magunk eszközeivel megpróbálunk változtatni. Az én eszközöm a színház, én a színház segítségével szeretném a történelmi múlt nagy eseményeit visszahozni a nézők köztudatába. Szikora János a társulatépítést és a közönség visszahódítását tartja legfontosabb feladatának, de kiemelt szerepet kap elképzeléseiben a színház és az oktatási intézmények kapcsolatának szorosabbra fűzése is.